Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Mint egy 3/4 évvel korábban fejeződött be Bátaszék és Bátaszennyvíz hálózatának fejlesztése és felújítása, mint ahogy eredetileg tervezték. A több mint 800 millió forintos beruházás keretében korszerűsítették a bátaszéki szennyvíz tisztító üzemet, 900 méter szennyvíz csatornát építettek Bátaszéken, Bátán pedig 2,5 kilométer csatornát építettek ki, és több száz ingatlant kötöttek rá a szennyvíz elvezető rendszerre. Gőzerőbe folyik a munka a felújított szennyvíztisztító telepen Bátaszéken. Azáltal, hogy több település rész továbbá Báta szennyvizét is itt tisztítják meg és dolgozzák fel, megközelítőleg 15%-kal több szennyvíz érkezik a bátaszéki telepre a nyár vége óta, mondja Péter Géza, az Erőv ZRT dél-dunántúli régió vezetője. Ugye összességében egy olyan 320-330 bekötésről beszélünk, ami ebből ugye Bátaszéken 150 darab készült el, Köves, Lajvér, a Gauzer telep, illetve az Orbán-hegyi úti ingatlanok kerültek csatornahálózattal ellátva. Ezeken a település részeken ugye október közepétől megindultak a rákötések. Eddig 50 bátaszéki ingatlant kötöttek rá a szennyvíz elvezető rendszerre, és Bátán is nyílik erre lehetőség. Mindenre egy közel 800 millió forintos beruházásnak köszönhetően került sor. A 2 éves munka a nyár végén zárult le. Bátaszéken 2 részből áll a projekt, egy szennyvíztisztító felújításából, korszerűsítéséből, illetve a szennyvízhálózat kiterjesztéséből, 100%-os befejezéséből. Bátatelepülésen pedig Bátatelepülésen nincsen szennyvíztisztító, ugye az a szennyvíz is átjön Bátaszékre, ott pedig a csatornahálózat befejezéséről volt szó. Tulajdonképpen 2 éven keresztül ezt csináltuk. Közel 2,5 kilométer csatornát építettünk Bátán, és egy 180 bekötést. Bátaszéken rövidebb, itt 800-900 méter csatornát építettünk, meg egy 150 darab bekötést. Azt gondolom, hogy gördülékeny volt, talán szerencsénk is volt az időjárás miatt. A helyreállításokat, ahogyan kérték, azokat megcsináltuk. Amit lényegesnek tartok még, hogy a szennyvíztisztító próbaüzeme a február elején elindult, és augusztus végén lezárult, tehát szeptemberben projekt rész zárást tartottunk a szennyvíztisztítóval kapcsolatban. Ezért tudják a üzemeltetők a lakosságot értesíteni a rákötés lehetőségéről. Hát amit még elmondanék, hogy az egész projektnek a befejezési határidője az 2020. augusztus, tehát igazából jó 3/4 évvel korábban teljesítettük a kitűzött feladatot. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere azt mondja, nagy hiányosságot pótolt ez a beruházás, amivel környezetvédelmi célokat is szolgálnak. Műszakilag teljesen kész állapotban van a rendszer. Mi már a nyár derekán kora ősszel elkezdtük a Bátaszék közigazgatási területén lévő ingatlanoknak a rákötését, hiszen a kivitelező készre jelentette műszaki szempontból. A szolgáltató tájékoztatása alapján mintegy 150-nyi lakóingatlanból egy 50 már igénybe is vette a szolgáltatást, tehát műszakilag is rákötött a rendszerre, a többiek folyamatosan valószínűleg a következő év tavaszán ezt megteszik. Illetve hát Bátán is a jövő héten megkezdődik a rendszer üzemszerű működtetésének átvétele, és megnyílik a lehetőség a lakosság részéről, hogy rákössenek a szolgáltatásra. Azt gondolom, hogy a tapasztalatok alapján egyrészt mind a két település 100%-ban csatornázottá vált, ezzel a környezetvédelemhez is jelentősen hozzájárultunk ebből a szempontból is, illetve a telep korszerűsítésével a telep által kibocsátott szennyvíz is már gyakorlatilag minden értékben határérték alatt. A Bátaszéken és Bátán lezáruló beruházás egy országosan zajló program része, 6,2 milliárd forintból 22 település szennyvíz problémáit oldják meg. Ingyen wifi működik Bátaszék belső területein és több közintézményében. Egy Európai Uniós pályázat eredményeként sikerült kiépíteni a rendszert. A működtető a TAR Kft. Vezetője azt mondta, Bátaszék az első között van Tolna megyében, ahol ilyen szolgáltatást nyújt a város. Néhány kattintás és Bátaszék főterén és a város további 10 pontján telepített jeladó segítségével bárki díjmentesen internetezhet. A lehetőséget a kiépítésre egy Európai Uniós pályázat teremtette meg a város számára, és a TAR Kft. Telepítette fel a rendszert.
Tarjános azt mondta, Bátaszék a megye első 5 települése között van, akik ilyen rendszert nyertek el és szerelhettek föl. Itt Bátaszéken 5. készült el a Wi-Fi for EU Wi-Fi lefedő városközpontot, lefedő városközpontot és a perifériás területeket is lefedő Wi-Fi hálózat. Ezt az EU előírásai szerint építettük meg. A maga mindenben az EU mondja meg, hogy kell, hogy működjön, hányan lehetnek fönn egyszerre, illetve azt is rögzíti, hogy kik vannak fönn egyszerre, tehát ő távfelügyeletbe tudja is vizsgálni. Nekünk is egy újdonság volt ez az egész pályázati rendszer, mivel az önkormányzat nyerte el ezt a pályázatot, de viszont az EU-val mi közvetlen szerződünk, és mi közvetlen számolunk el a számlánk alapján. Ez egy kambiumos eszközzel megépített rendszer, felhő alapú, minden egyes access point, vagy minden egyes ilyen sugárzó pont, az gyakorlatilag egy 30 megás internet mögé van telepítve, egy 30 megás internet a háttérkiszolgálója, ez bármikor emelhető egyébként, jelenleg ez a minimum. Egyszerre ezekkel az eszközökre gyakorlati tapasztalatból tudjuk, körülbelül 200 ember, 200 felhasználó tud egyszerre följelentkezni, tehát hogyha azt vesszük, hogy 11 ponton telepítettünk, lehet, akár elég extrém is lehet ez a felhasználói szám. Tehát, hogyha van egy piac téren például városi nagy rendezvény, akkor a tisztelt polgárok tudják használni ezt a Wi-Fi szolgáltatást. Ezzel a felcsatlakozással egy órán keresztül működik a rendszer, ezt követően újra fel kell jelentkezni. Pontosan azért, hogy ne otthoni célra, illetve ne közösségi célra épített Wi-Fit, ne otthoni célokra használjanak föl, ezért egy úgynevezett egyórás korlát van beépítve, ami azt jelenti, hogy egy darab eszköz, ami egy órán keresztül van fönn a rendszeren, azt automatikusan ledobja a rendszer, de egy óra után ezt újra föl lehet jelentkezni, tehát utána újraindul az egy óra gyakorlatilag, tehát egy ilyen korlát van beleépítve. Egy európai városban elengedhetetlen, hogy ilyen lehetőség álljon a rendelkezésre, mondta Bozsadik Robert polgármester. Most egy olyan szolgáltatással tudtuk bővíteni bátaszékiek életkörülményeit, ami a mai világban már elengedhetetlen, nevezetesen az, hogy az internet szolgáltatást bizonyos település részeken már ingyen tudják a bátaszékiek a közterületeken, illetve közintézményekben igénybe venni. Kettős célja volt ennek az elképzelésnek. Egyrészt, hogy ezzel a lehetőséggel egy új szolgáltatást tudjunk a városon belül nyújtani. Másrészt, hogy akik a szolgáltatást igénybe veszik, minél több információval tudjanak rendelkezni adott esetben településünkről, vagy információt tudjanak beszerezni a mindennapi életükhöz. Ezért 11 helyszínen valósul meg Bátaszéken, vagy valósult, meg már múlt időben beszélhetünk, hiszen jelen pillanatban is már működik a rendszer. Ez a Free Wi-Fi internet szolgáltatás 5 közterületen, Babits játszótéren például, vagy a központi buszváró közvetlen területében, de az orvosi rendelőkben és a közművelési intézményekben is hozzá lehet majd férni. Hát kívánok a bátaszékieknek kellemes barangolás az internet világába. Nagyon fontos városmarketing szempontból ez a fejlesztés, tette hozzá a várospolgármestere. Nem véletlenül kerültek be azok a közintézmények ebbe a körbe, amelyek közművelődés, sport terén ugye eleve otthont adnak különböző rendezvényekre, hiszen ott akkor azonnal meg lehet osztani azokat az élményeket, amelyekben részesülnek a résztvevők, és természetesen a rendezvény terünk is teljes egészében ennek a szolgáltatásnak a részévé válik, hiszen a városnapja rendezvényt, a Pünkösdi Rétes Fesztivált, vagy éppenséggel a bornapokat ugye a város központi piac terén szoktuk megrendezni, így ezek a rendezvényeken lehetőség nyílik azonnal az élmények közszíré tételére. Azt gondolom, hogy ez a mai világban már szinte elengedhetetlen. Most rövid reklám következik, majd beszámolunk arról a kezdeményezésről, mely a polgármesteri hivatal és a Családsegítő Központ együttműködésével ad segítséget rászorulóknak. Maradjanak velünk!
Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthona se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Folytatjuk a Cikádor magazint. Jelentős támogatást kapott Bátaszék városa az idei karácsonyt megelőzően. Több helyi vállalkozás több mint 2 millió forinttal támogatta a rászorulókat. Az önkormányzat elkülönített számlát nyitott a további támogatások kezelésére. Döntés született arról is, a keretet nem egyszerre használja fel a kezelő-gondozási központ. A szokásoknak megfelelően ebben az esztendőben is úgy készült az önkormányzat, hogy szervezi a jótékonysági adománygyűjtést a rászorulók számára. Ám ezúttal az élet úgy hozta, másként kellett gondolkodni, mint az elmúlt időkben. Ebben az esztendőben néhány vállalkozás megkereste az önkormányzatot, és egy komolyabb összeggel, nevezetesen 2 millió forinttal kívánná támogatni ezt a kezdeményezést. Annak érdekében, hogy ezt az adományt a város el tudja fogadni, és a rászorultak számára fel tudja használni, egy adománygyűjtő akciót szerveztünk, és ehhez kapcsolódóan egy elkülönített bankszámot nyitott az önkormányzat. Erre tudják befizetni egyrészt azok a vállalkozások, akik ezt előre jelezték, illetve bárki, aki segíteni kíván a rászorult családok számára az általuk erre a célra szándékozott összeget. És erről az összegről gyakorlatilag a képviselőtestület a Szociális Bizottságon keresztül biztosítja majd a rászoruló családok számára azt a támogatást, amivel könnyíteni tudjuk majd a karácsonyi ünnepek környékén az ő életüket. A befizetett adományokból, illetve abban az összegből, amit a város is biztosított, hiszen 200 000 forinttal indítottuk el ennek a számlának a megnyitását, természetbeni adományok kerülnek majd biztosításra, ami azt jelenti, hogy a korábbi évek hagyományainak megfelelően élelmiszercsomagokat fogunk a gondozási központ kollégáinak segítségével összeállítani, és az ünnepek előtt eljutatni a rászorult családok számára. A gondozási központban eközben már másfél hónapja elkezdődött a munka az adományok összegyűjtésére és a folyamat előkészítésére. Bevonva a településen lévő jelzőrendszeri tagokat, és az ő segítségükkel jelen pillanatban az élelmiszerosztásban 170 család van a mi látókörünkben, akiknél úgy gondoljuk, hogy rászorulnak erre a segítségre, illetve a gyermekjóléti szolgáltatásnál pedig 150 gyermek az, akinek karácsonykor ajándékot fogunk osztani. De azt el kell mondjam, hogy ha valakinek tudomása van arról, hogy a környezetében van olyan család, illetve gyermek, ahol azt gondolja, hogy nagy segítség lenne az adomány, amit intézményünktől, illetve azoktól a támogatóktól kaphat, akkor ezt jelezze intézményünk felé, hiszen ezt a létszámot még tudjuk bővíteni. Hiába a jelentős adomány, ezzel most gazdálkodni kell, mondta a gondozási központ vezetője. A gyűjtés a héten még zajlik, aztán a csomagok összeállítására kerül sor. A most kapott jelentős támogatás csak egy részéből fedezik a karácsonyi akciót. Most karácsony alkalmával úgy gondoljuk, hogy nem osztanánk fel, mert igazából nem lenne értelme annak, hogy olyan mértékű támogatással segítsük ezeket a családokat, ami már azt mondhatnám, hogy talán irreális lenne. Ezért abban gondolkodunk, hogy az elkövetkező évben akár szerveznénk még pluszban egy adománygyűjtési vagy egy adományosztási akciót, illetve húsvéthoz kapcsolódóan szeretnénk még akkor élelmiszert osztani a rászoruló családok számára, hiszen évek óta nem osztunk már, csak karácsonykor.
természetbeni felajánlásokat várnánk inkább. Amire szükségünk lenne még, az használható, jó állapotban lévő gyerekjátékok, illetve édességek, itt gondolok ilyen apró csokikra, szaloncukorra. Erre lenne valóban most szükségünk, mert úgy gondolom, hogy a tartós élelmiszer mennyiségünk, amit felajánlásként, adományként kaptunk, az elegendő. A további adományokat a 117 46 005 kötőjel 154 14 076 kötőjel 103 1-0001-es számra várja a város vezetése és a gondozási központ. Fennállásának 20. évét ünnepelte a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete. Tehetséges fiatalok egyéni produkcióival nyílt meg a jubileumi esemény, majd Bátaszék polgármestere köszönte meg az egyesület tagjainak a közösségi életért kifejtett munkájukat. Az egyesület 2020-ban is azért fog tevékenykedni, hogy a gyerekek és szüleik önfeledten jól érezzék magukat. Idén 20 éves a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete. Erre a jubileumi alkalomra félnapos programmal visszatekintéssel készült a szervezet vezetősége, tagjainak és pártfogóinak. Az eddig is megrendezett és a helyi családok körében közkedvelt programok folytatását szeretné az egyesület elnöke. Nagyon sok értéket találtunk a nagycsaládosokban, mert ez egy igazából egy baráti társaság. Igaz, hogy mindenhol több gyerek van, de hát ez ezzel jár együtt, és itt a közösség az, ami fontos számunkra. Vannak rendezvényeink évközben is, van egy májusban gyereknap, kint a Bézikhelymi játszótéren, utána szeptemberben a könyvtárral kooperálva, de ugyanúgy ők is segítenek májusban, illetve a véradások szervezésében, a véradásoknál a lebonyolításban is a nagycsaládosok segítenek, kiírjuk az üzenőfalba, hogy menjenek vért adni. Vannak ilyen, hát... Én karácsonyi vásárral, meg a húsvétre is szoktunk ilyen kis ajándékokat idézőjelbe gyártani, amit utána úgymond értékesítünk. Amikor van, most is lesz a karácsonyi forgatag, ott is ott leszünk, zsíros kenyérrel, meleg teával várjuk a megjelenteket. Tagok azok lehetnek, akik háztartásukban legalább 3 gyermeket nevelnek, vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában. De a megszervezett programok nem csak nekik, hanem minden családnak szólnak. Jelen pillanatban olyan 57-58 tagcsaládunk van, illetve vannak pártoló tagjaink, akiknek ugye nincsen 3 gyermekük, de mivel ők is magukénak érzik a nagycsaládosok szellemiségét, ezért ők is segítenek a rendezvényeknél, illetve van egy kemény maga, aki mindenhol ott van, országos rendezvényeken, régiós rendezvényeken is, akikkel együtt autóval megyünk, jövünk. Most szervezünk kirándulásokat, így szintén nagycsaládosokkal együtt. Voltunk itt idén Erdélybe, jövőre Párkányra szeretnénk eljutni, illetve Magyarországon vannak olyan részek, amiket még mi se láttunk, és majd oda is próbálunk szervezni kirándulásokat. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a gyerekek fejlődéséért tesz nap mint nap az egyesület, mint hogy a jubileumi programot is több tehetséges fiatal saját produkciójával nyitotta meg. Az egyesület munkáját Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert is elismerte. Bátaszéknek igen színes civil élete van. Helyi szinten közel 30 aktív szervezet van, de talán az egyik legrégebbi az 1999-ben alakult Nagycsaládosok Egyesülete. Az egyesület egy szó szerint egy nagy család, hiszen olyan családok alkotják az egyesület tagságát,
akik nagycsaládosok, tehát több gyermeket gondoznak, foglalkoztatnak, nevelnek. Ebből adódóan a hangulat az tényleg családias, már szabad ilyen szójátékot játszani. Nagyon sok terhet levesznek a vállunkról, hiszen azoknak a családoknak a gondját viselik, akik a látókörükben van egyesületi tagként is, vagy adott esetben nem tagok, de mégis tudják, hogy segítségre szorulnak, jól szervezik az adománygyűjtő akciókat, és amellett tényleg egy olyan egyesületi életet élnek, hogy programokkal, rendezvényekkel, kirándulások szervezésével eljutnak az egyesület tagja olyan helyre, ahol egyébként lehet, hogy önerőből nem tudnának. Tehát azt gondolom, hogy az egyesület egy olyan fontos szerepet tölt a városunk életébe, ami szinte pótolhatatlan, és hát örülünk, hogy már a 20. esztendeje ezt megteszik, és reméljük, hogy még nagyon sokáig tudják folytatni ezt a tevékenységet. Igen, sokszínű a társadalmi életünk, és ők nem hagyományápolással, nem kultúrápolással foglalkoznak, hanem a családok mindennapi életét próbálják segíteni, valóban példaértékű az ő munkájuk, és hát szorosan együtt tudunk velük dolgozni, hiszen a gondozási központon belül szociális feladatokat is átvállalnak tőlünk, fontos szerepet tölteni be városunk életében. A polgármester egy emléklap formájában köszönte meg az Egyesület közösségi életéért kifejtett 20 éves munkáját. A rendezvényen elhangzott, 2020-ban sűrű év elé néznek, számos programmal készülnek a bátaszékieknek. A hagyományoknak megfelelően idén sor került a sváb disznóvágásra Bátaszéken. A cél gasztrohagyományok megőrzése mellett az, hogy a fiatalok részt vállaljanak a közösség életében. Miközben készül a vacsorának való, az udvaron egymást érik a történetek a korábbi disznóvágásokról. A kondérban a zsír mellett fő az elengedhetetlen forradbor, a konyhában pedig az asszonyok sürögnek. A bátaszéki németek minden esztendőben összejönnek egy igazi disznóvágásra. A cél az együttlét, mindenki annyit vállal a munkából, amennyit ideje és eleje engedi, hogy aztán este közösen elfogyasszák mindazt, ami napközben készült. Igen, fontosnak tartjuk a gasztrohagyományokat is őrizni, mert a mai fiataloknál, a mai tizenéves korosztálynál egyre nehezebben, illetve nem nehezebben, hanem egyre múlófélben van ez a hagyomány a házaknál, ugye, tehát nem tudják már a mai fiatalok, nem, hogy készültek annak idején a disznótoros vacsorához készült, meg a dolgok, és úgy gondoltuk, hogy ezt megpróbáljuk átadni a fiataloknak. Hát úgy szerveződik ez a nap, hogy az egyesületi tagok ki vannak értesítve, hogy melyik napon jön létre ez a disznótor, és akinek van kedve, tehát nincs kötött létszám, akinek van kedve, és úgy érzi, hogy ide tartozik közénk, az eljön, és szívesen látunk mindenkit. Arról szól ez a mai nap, hogy itt jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, és egy kis közösségformáló céllal is működik ez a mai nap. És persze egy rendes disznóvágáshoz édesség is jár, amiről a bátaszéki svábság ikonikus alakja, mindenki náni nénie gondoskodik. Figyelem, ilyen egy hamisítatlan svábrétes. Ezt a tésztát előbb csinálom, mert annak sokáig kell pihenni. És akkor bekeverem az összes tölteléket, a griszt meg kell pirítani, fölengedni, és akkor megpuhul. És amikor már a rétes tészta már annyira szétment, amikor már jó sokáig pihenni, jó letakarni, mert akkor lesz olyan fönt a... és jó letakarni, nehogy megszáradjon a teteje. És akkor lehet látni, amikor már úgy széjjel megy, és akkor lehet kezdeni nyújtani. Zsírral meg kell kenni, és akkor a tetejét is zsírral.
Nem akarjuk a hagyományokat veszni, hagyni, mondja Séfer István, és nem jó, ha a gyerekek úgy tudják, hogy a csirkét nejlon zacskó borítja, mert csak ezt ismerik. Itt kialakult mindenkinek, a hölgyek bent a konyhába ténykednek, a sütéssel vannak elfoglalva, a férfiak pedig a kinti munkába, és mindenki, aki mihez fér hozzá, azt csinálja. Tehát kialakult feladat, mint több fiatalra számítottunk, hogy érdeklődik ez iránt, de úgynézem csak a családtagok fiataljait sikerül bevonni ebbe a mai napban. Ma már úgy viszik haza a háztartásokba a készterméket, hogy megveszik az üzletbe, be van csomagolva, és nem tudják, hogy honnan került oda hogy kerül oda az asztal, vagy honnan kerül az asztalra az étel, vagy hogy készítik el azt az ételt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!